Polgármester hogy milyen stádiumban van a kézilabda munkacsarnok építése? Egy régóta várt és tervezett beruházás látszik itt megvalósulni most a hátunk mögött, a Vörös Marti iskola mellett levő füves területen. A beruházás egy kézilabda munkacsarnoknak a felépítése, amely volumenét tekintve egy milliárdot meghaladja egész pontosan kormány hagyása alapján. Egy milliárd, 251 millió forint lesz a, az az összeg, amiből a létesítmény felépül. Ha egy kicsit régebbre visszanyúlunk, hiszen az, hogy itt egy kézilabda munkacsarnok létesül, ez egy nem véletlen dolog, ezt rengeteg sportági munka és eredmény kellett, hogy megelőzze, és hadd említsen meg Godorni Nagy Mariana Olimpikon és férje Godor Mihály nevét, hiszen mindketten nagyon sokat tettek azért, hogy a 2000-es évek Től kezdődően nagyon komoly kézilabda élet folyjon a városban, és köszönhető ez munkatársaiknak, az edzőknek is, és természetesen azoknak a sportolóknak és a versenyzőknek is, akik sokat tettek azért, hogy elismerésre méltó eredményeket produkáljanak a Góna Kézilabda Egyesület létszáma, mint egy száz főből álljon, és azok a korosztályok, amelyek ezt a nagyon szép sportágat tűzik, kézilabdát már az óvodáskortól kezdődően úgy játékos formában, mint később versenyszerűen sportoljanak és megfelelő teljesítményt nyújtsanak. Ezt a teljesítményt nem csak mi értékeljük itt a városban, hanem ezt értékelte a Magyar Kézilabda Szövetség is, hiszen ők szorgalmazták azt a kézilabda munkacsarnok építési programot, amelybe lenti így az eredmények alapján bekerülhetett. Elért eredmények Alapján már 2017-ben sor kerülhetett arra az egyeztetésre, aminek eredményeképpen később már a konkrét beruházás körvonalai is megvalósultak. Az úgynevezett mintatervek alapján egy C-típusú létesítmény lesz, egy C-típusú sportcsarnok létesül. Erre a célra az önkormányzat külön határozattal biztosított egy, egy hektáros területet, amely itt a hátunk mögött. Található a fekvését tekintve is exponált helyen van, és ideális helyen van, mint sportlétesítmény, és nem csak úgy, mint sportlétesítmény, hanem várhatóan itt a, a fiatalságnak a sportlási lehetőségét is tudjuk biztosítani, tehát ez a lehetőség is biztosított bővülni látszik. Itt van a közelben több oktatási intézmény a gimnázium, a vörös Marti mihály általános iskola, a Móricz Zsigmond egymi, az óvoda is itt van a szomszédban, hiszen említettem, hogy az ovisok is kézilabdáznak már, tehát ezeket mind-mind ki tudja majd szolgálni ez a létesítmény, és emellett természetesen olyan sportolási alkalmat biztosít majd az ide látogatóknak, amelyeket korábban az eddig rendelkezésre álló tornatermek nem tudtak biztosítani. A legnagyobb tornatermeink a Vörösmarty Általános Iskola és az Arany János Általános Iskola tornatermei nem érték el a Magyar Kézilabda Szövetség, illetve a Kézilabda Szabályok által előírt küzdőtér nagyságot, nem rendelkeztek 20 40-es Küzdőtérrel ez itt most meg fog valósulni, tehát itt lehet mondhatjuk úgy is, hogy embés mérkőzéseket játszani. Ez nagyon jó, hiszen a felnőtt csapatnak azért nem sikerült följebb lépni a, a nemzeti bajnokságban, mivel nem volt meg ez a ez a terület nagyság, és nem voltak meg a létesítmény feltételek. Egy az önkormányzat biztosította is a, a csapatnak, amikor felléptek MB2-be a létesítmény feltételeket, ezt Zalaegerszegen tudtuk a Kölcsei Gimnáziumnak a, a tornatermébe biztosítani. Sajnos kevesen látogattak ki Ezekre a mérkőzésekre már pedig egy csapat sportágnak, egy ilyen sportágnak nagyon fontos, hogy megfelelő nézői támogatás is legyen, és hogy minél több legyen magának a sportágnak a vonzereje is, hiszen akik megtekintik a rendezvényt és a bajnokságot valószínűleg kedvet kapnak ahhoz, hogy ők maguk is sportoljanak. A történet 2019-ben folytatódott tovább, a kormány határozat értelmében, Megtörtént már a mintaterveknek is az egyeztetése, megtörtént a, a, közbeszerzési eljárásnak az elindítása. Mi a területet átadtuk, 2017. júliusban már megtartottunk egy partneri egyeztetést a kézilabda munkacsarnok építésével kapcsolatban ezt utána még további egyeztetések követték, hiszen a jogszabályok előírják azt, hogy partneri egyeztetést kell tartani akkor, hogyha a településrendezési eszközök módosítása is bekövetkezik. Ugye ez egy közpark, illetve füves terület volt, ezt át kellett egy települési vegyes területté módosítani, ahol lehetővé válik jogszerűen is ennek a beruházásnak a megvalósítása, tehát az épületnek a, a felépítése. Egyúttal ugye, kiemelt fejlesztési terület státuszt is kapott ez a terület, ami itt van mögöttünk. A fejlesztés, programszerű fejlesztés megvalósítását a kormány, a BMSK beruházási műszaki fejlesztési sport sportüzemeltetés és közbeszerzési ZRT-re bizta a munkatársaikkal, tartottuk a kapcsolatot. Közben lezajlott a az ajánlatkérési eljárás is, és a nyertes ajánlattevő a a Pester Ingatlanforgalmazás Építőipar és Kereskedelmi Kft., lett, és ők kezdték meg már a, a beruházást a mögöttünk lévő bekerített területen, amelyet azért határoltak le, hogy az építkezés zavartalanul folyhasson és a lakosságból nem tévedhessen esetleg valaki olyan területre, ahol balesetet szenvedhet az építés alatt. Folynak jelenleg az alapozás előkészítő munkálatai. A beruházásnak a hasznos alapterülete meghaladja az 1700 négyzetmétert, a tornoterem küzdőtér mérete pedig az előírásoknak megfelelően is a 23x44 méter, tehát a 20 40 es pálya az elfér ezen a területen. Csatlakozik hozzá egy bemelegítő és konditerem, ez egy 75 négyzetméteres területű lesz. Öltöző helyiségeket kap még a a létesítmény, mint egy 120 négyzetméteren, közel 100 négyzetméter lesz a vizes blokk, ez azt jelenti, hogy bent lesz egy kézilabdapálya méretű küzdőtér, egy 150 ülőhelyes nézőtér, és egy bemelegítésre szolgáló konditerem is helyet kap majd itt a területen. Az építés előreláthatólag 500 napig tart a a munkaterület átadásától számítva 2021 év végére elkészülhet a létesítmény, a, a fedett létesítmény, illetve a kiszolgáló egységek mellette lévő parkoló helyek, ez több mint 30 önálló parkoló helyet jelent majd a, itt a létesítmény mellett, bár a parkolási lehetőségek itt jók a Vörösmarty és az átkötő utcában is. Az önkormányzatnak kell a parkolóba behajtó, illetve kihajtó utat elkészíteni, összek Kötni az átkötő úttal a beruházás időarányosan folyik. Nagy öröm ez a városnak, hogy egy egész 1,2 milliárdot meghaladó beruházás megvalósulhat itt a mögöttünk lévő területen, és én úgy gondolom, hogy a lakosság is ennek a hasznosságát érzékelni fogja. Szeretném arra kérni a lakosságot, hogy abban támogassák az önkormányzatot, a, a beruházót, illetve a kivitelezőt, hogy zavartalanul folyhasson a, a beruházás. Vigyázzanak a terület melletti közlekedéssel és elnézésüket kérjük azért, hogyha ez kényelmetlenséget okoz, és bízom benne, hogyha elkészül majd a beruházás, akkor annál nagyobb öröm lesz ennek a létesítménynek az átadása, és utána a hosszú éveken, évtizedeken keresztül a használata, ami lentit és a lenti polgárokat fogja szolgálni.